Újabb amerikai cég jelentette be, hogy hatékony koronavírus elleni vakcinát fejlesztett ki. Állításuk szerint az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy 94,5% a hatékonyság, ami rendkívül magasnak mondható. A fő kérdés mostantól az egymással versenyző vakcinák és cégek között, hogy kinek a terméke lesz a könnyebben kezelhető. Vagyis hány fokon, hány napig lehet tárolni, hogyan lehet szállítani. Ez nagyban befolyásolja majd az árat is. Az új koronavírus elleni vakcinájuk kiemelkedő 95%-os biztonsággal véd a fertőzés ellen, jelentette be az amerikai Moderna gyógyszergyártó cég hétfőn. Ezzel ők a negyedik olyan oltóanyaggyártó, amelyik azt állítja, hogy a tömeges kísérletet elvégezve hatásos vakcinát állított elő. A Moderna az év végén tervezi az ipari méretű gyártás megindítását, amiből először az Egyesült Államok lakosai kaphatnak, de hamarosan az Európai Unióval is szerződnek. A bizottság elnöke hétfőn bejelentette, a CureVac nevű céggel is szerződnek 400 millió adag vakcina szállítására. Ez a vakcina hatásosnak és biztonságosnak bizonyult a COVID-19 ellen. Minden tagállam egy időben kapja meg a vakcinát, népességarányosan és azonos feltételek mellett, mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az amerikai Pfizer és a német BioNTech a tervek szerint hamarosan már szállítja Európának a nemrég elkészült oltóanyagát. Ha minden jól megy, az év végén, jövő év elején elkezdjük a vakcina kiszállítását. Az a célunk, hogy áprilisig leszállítsunk mintegy 300 millió adagot, aminek már látható eredményt kell elérnie a járvány visszaszorításában, mondta a cég alapítója, de hozzátette, nyárra lehet teljes a siker. A kínaiak is elkészültek egy vakcinával, amit Kínán kívül Brazíliában is tesztelnek. A latin-amerikai ország is januárban szeretné kezdeni tömeges oltási programját, amelyhez már meg is rendeltek 46 millió egységnyi kínai vakcinát. A világ nagy légitársaságai és repterei is készülnek már a rohamra. A Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség becslése szerint csak a vakcina szállítására 8000 repülőgépre lesz szükség. Természetesen az sem mindegy, hogy az oltóanyagot milyen körülmények között juttatják el rendeltetési helyükre. Most inzulint szállítunk, aminek állandó mínusz 5 fokos hőmérsékletre van szüksége, de ha kell, tudunk mínusz 52 fokot is biztosítani, mondta az Air France gyógyszerszállító részlegének vezetője. Oroszország már meg is kezdte a tömeges oltást a saját fejlesztésű Sputnik V oltóanyaggal. Az orosz vakcina iránt nagy az érdeklődés világszerte. Indiától az Egyesült Arab Emirátusokig számos ország jelentkezett már be, hogy szeretnének milliós nagyságrendben vásárolni belőle. Nagyon ígéretesek az eredményeink, 16 ezer önkéntes van túl az oltáson, és 90% feletti védelmet ad a vakcinánk, mondta az orosz oltóanyagot értékesítő cég vezetője. Ahogy Magyarország is a vásárlók között van. Már decemberben Magyarországra kerülhet tesztelésre az úgynevezett orosz vakcina. Hazánkba akár már decemberre megérkezhet az orosz vakcina. Erről beszélt az M1-nek a hétvégén a Délpesti Centrum Kórház osztályvezető főorvosa. Szlávik János azt mondta, a szállítmányt a felhasználás előtt alapos vizsgálat alá veszik. Ez a szállítmány egyelőre egy bevizsgálandó szállítmány lesz, ami azt jelenti, hogy Magyarországon az oltóanyag kutatással foglalkozó szakemberek megvizsgálják ezt az oltóanyagot. Összetételét, szerkezetét, minden olyat, ami ebben az új oltóanyagban szerepelhet, hiszen hangsúlyozok, itt egy új oltóanyagról van szó. Oroszország azt a technológiát használja fel a vakcina előállításához, amit évekkel ezelőtt a főként Afrikát sújtó ebola járvány idején fejlesztett ki. Ha az oltóanyag beválik, Magyarország a sorozatgyártásban is részt vehet. Szlávik János úgy látja, mivel hazánk nagy hagyománnyal rendelkezik a gyógyszerfejlesztésben és az oltóanyaggyártásban is, logikus lépés, hogy az Oroszországból érkező vakcinát Magyarországon is gyártani kezdjék.